sem tűnik természetesebbnek, mint hogy a város egykor döntően reformátusok lakta a város részében, a Kálvin utca mellett, a mai református iskola közelében és a református óvoda előtt egy református, híres református emberről nevezze le az utcát, Szegedi Kis Istvánról van szó. Igen. Már is hadd mondjam annyit, hogy nem két S-sel, hanem csak egyessel írta a nevét, tehát rosszul van írva, rosszul nevezték el Kis Istvánnak. 1851-ben, amikor összeírták, természetesen népi neve volt Virág utca, a mindennapok környezetéből vették a nevet, és ilyen is marad 1936-ig. Valamit a Virág utcáról mégiscsak mondjak, hogy a vége lekanyarodik, és a vége Jakab-zug volt későbbiekben. Nyilván egy Jakab nevű illető lakott, annak a háza volt, és ezért nevezhették el, de csak 5 évig, mert 1860-ban már Vág utcának nevezték a végét, hogy miért, ezt már nem tudom megoldani, hogy miért Vág nevezetű lett volna, nem hiszem. 1936, tehát Szegedi Kis István. Iskoláját Gyulán végezte is, 1537-ben a kisebb gyermekek tanítója volt, már talán egy évig volt. Utána érdekes módon Lengyelországba került, Krakkóba egyetemre. Én mindig csodálkozom, hogy lehet az, hogy egy egyszerű ember egyetemre kerül, eltartja magát minden. Hogy lehet akkor egyetemre kerülni, ezt nem tudom megfejteni. 4 év után azonban elmegy Németországba, Württembergbe, és Württembergben viszont lelkészi oklevelet kap. Tehát végre pap lett egyetem után. 1544-ben hazajön, előbb Csongrádon lesz, megpróbál, nem pap volt, csak megpróbál igét hirdetni, ami azt jelenti, hogy zavarta a környezetét, és a váradi püspök meg is eredte. Sőt, Fráter György, a kapitánya egyszerűen előzi, és elkobozza 200 kötetét, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy megért egy házárát abban az időszakban, mert abban az időszakban olyan drágák voltak a könyvek. Ötben jött Gyulára, és ide hívták a reformációt hirdetni. Mágócsi Gáspár ideje volt, akkor ő volt a várnak az ura. Zavaros idők voltak ezek, a török elől ide-oda menekülnie kellett, hamarosan el is tűnik, Temesvár, Mezőtúron a felesége közben meghal, és végül Tolna megyébe kerül Dunántúlra, ahol megnyugszik, mert török egyelőre nincsen, sőt, pécsi püspökké is megválasztják már. Azt jelenti, hogy a protestánsoknak volt pécsi püspökük, ezek szerint akkor már kezdett szerveződni a protestáns egyházam. Igen, ám, de 1561-ben a török csak elfogta. 2 éven keresztül volt a török fogságában, amikor 1563-ban egy Mező Ferenc nevezetű ráckeveri úr kiváltja 1200 forintért. Hogy ez mit jelentett? 30 jobbágytelket lehetett volna belőle venni, ez 1200 forintért. Egy föltétele volt, hogy ráckeverén kell neki maradni. Így is történt, 1563-tól élete végéig, 1572-ig, tehát 9 éven keresztül ráckeverén marad ottani lelkésznek. Valami nagy, de nem véletlenül volt egyetemi képzettsége, mert különleges munkákat csinált, természetesen egyházi jellegű munkákat csinált, és halála után adták ki külföldön, Genfben és Bázenben adták ki a munkáit. Természetesen latin nyelven, ugye akkor latinul ír mindenki. Az utódok így nevezték, ezt nagyon szellemes kis jellemzéssel, a legtudósabb református reformátor.